Kórhec Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke köszöntő beszédében elmondta, hogy a vajdasági magyarság jövője attól is függ, hogy hány versenyképes tudással rendelkező ember tud felmutatni. Ez a jövő sokban függ attól is, hogy ez a magyar közösség mennyire lesz képzett. Hány olyan versenyképes tudással rendelkező ember fogja alkotni, akik képesek arra, hogy érvényesüljenek a társadalomban. A demonstrátori ösztöndíj szerződések ünnepélyes aláírását követően Takács Mónika az ösztöndíjasok nevében szólt a jelenlévőkhöz. Komoly, közösségépítő munkát kell végeznünk. Gondoljatok csak bele, demonstrátorok, mennyivel könnyebb lett volna nekünk is belekezdenünk az egyetemi életbe, ha lett volna valaki mellettünk, aki idősebb, tapasztaltabb, aki azért van ott, hogy minden lépésünket segítse és rengeteg támogatással tud ellátni minket. A demonstrátori ösztöndíjakhoz szükséges pénzösszeget a magyar kormány biztosítja a Bethlen Gábor alap közreműködésével. A 2012-13-as tanévben összesen 85 felsőbb éves egyetemi hallgató részesült demonstrátori ösztöndíjban.